Világszerte 3500 szúnyogfaj él. A klímaváltozás jelentős hatással bír a megjelenésükre, hiszen például sokkal könnyebben telelnek át, vagy egyre gyakrabban jelennek meg inváziós idegen honos fajok is. Mondta el 35 perc című műsorunkban dr. Hörcsik Zsolt főiskolai docens. Az előbb említett nemzetségek eleve máshol szeretnek költeni. Tehát van, amelyik szereti a csatornákat, a viszonylag nyíltabb vizeket, de a, például az Édesfajok és közöttük a Említett inváziós fajok, azok például konténerköltők. Tehát azok egy temetőben lévő vázában, egy ö, virágcserében, egy madáritatóban, pangóvízben vagy ilyesmiben minden további nélkül túlélnek. A viselkedésük is rendkívül eltér a ö, klasszikus hazai fajoktól, a dalosszúnyoktól, a gyötrőszúnyoktól, mert nem a megszokott hajnali időszakban, illetve napnyugtakor ö, csípik, illetve ö, szívják az emberek, illetve a közönségnek a vérét, hanem tűzőnapon, napon, akár 35 fokon, egészen-egészen megváltozott a szúnyogoknak a megjelenése, amíg régebben egy március végétől szeptember végéig tartó időszakot tarthatunk nagyon szúnyogos időszaknak. Azért ma már különösen az invazív fajok esetében, viccen kívül mondom, akár már februárban is találkozhatunk velük, és október végéig, november elejéig is kiterjedhet a megjelenésük. Hazánkban is vannak olyan szúnyogfélék, amelyek betegségeket is terjesztenek. Az invazív fajok közül biztosan tudjuk, hogy néhányuk. <kül> kifejezetten jó vektor különböző kórokozóknak, ezeket nagyon sok fajta szempontból lehet csoportosítani, van néhány nagyon rossz hangzású betegség, amit terjesztenek a dengiláz, vagy például a csikungunya, de rengeteg más betegséget, ugye a nyugatnilusi láznak a vírusát is terjesztik, illetve bizonyos férgességeket is képesek a szúnyogok szunyog, terjeszteni. Tehát eleve ez rendkívül nagy probléma. De azért ez nem ennyire egyszerű. Tehát ahhoz, hogy ezek a szúnyogok, ezeket a betegségeket terjeszteni is tudják, hát ahhoz először is kell maga a kórokozó. Tehát a kórokozót azt eddig jellemzően, ha valaki ilyen egzotikus betegséggel fertőződött meg az országunkba, azt általában külföldről hozta haza. Ugye sok helyen nyaralunk most már, minden további nélkül elmegyünk Dél-Kelet-Ázsiába, Dél-Amerikába, érdekelnek minket a dzsungeltúrák, tehát egy csomó helyről ezeket viszonylag könnyű hazahozni. Ugyanakkor el kell mondani, hogy Franciaországban, Spanyolországban már autohton módon is megjelent a dengi láz, ami azt jelenti, hogy azt már nem külföldről cipelték be az országba, hanem az adott országban már ugye volt egy olyan populáció, aki hordozta a kórokozót, azt megcsípte egy szúnyog, az megcsípett egy másik embert, tehát kialakult már egy ilyen kis kör, ami nem, a világ más tájáról érkezett, hanem már ott lépett föl. A főiskolai tanár hozzátette, nem az a baj, hogy hazánkban vannak olyan szúnyogok, amelyek ilyen betegségeket terjesztenek, hanem a jelenlétük lehetővé teszi azt, hogy itt még nem lévő kórokozókat terjesztenek később. Elmondta, a védekezés nagyon fontos, ezért a jó megoldás egy komplex szúnyoggyérítési stratégia lenne, ami hosszú távon hatékonyabb és áldásosabb, mint a manapság használt kémiai gyérítési módszerek. A szakember azt javasolja, szüntessük meg a ház körüli pangóvizeket, használjunk szúnyoghálókat, szúnyogriasztókat, akár természetes módszerekkel, különböző illatokkal, vagy a biológiai védekezés is segíthet.